sorsa. Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárra írni a magyar lelkeknek. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó az árulásért hatalom jár. Október 6-án este 6 órai kezdett el, hagyományosan a Petőfi szobornál került megrendezésre az aradi vértanúk tiszteletére szervezett megemlékezés a Dunaharaszti polgári kör által. A Petőfi ligetért baráti kör nevében Kücsön Sándor mondott beszédet, majd koszorúzásra és gyertyagyújtásra került sor. Csak egy igazi forradalom. A világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Szolgáltam. Szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népen és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonára. Ezt követően a megemlékezésen résztvevők átsétáltak a Szent Imre templom kertjébe, ahol Gál Sándor mondott beszédet, és ezután a történelmi vitézi rend köszöntőjét hallgatták meg a jelenlévők, akik név szerint egyesével is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Köszöntök mindenkit, a Dunaharaszti polgári kör és a barátaink, a polgári barátaink nevében. Sok éve ünnepeljük itt a templomkertben már mi is a aradi vértanúk napját. Az utóbbi években Petőfi szobor létesítése után alakult ki ez a hagyomány, hogy ott kezdjük, és onnan jövünk át ide egy gyertyagyújtásra. Ehhez a kereszthez, amit 2006-ban állítottunk, és a templomépítés miatt lett ide áthelyezve. Úgyhogy ez a nap, ez mindannyiunk számára fontos, és azért kezdte el annak idén a polgári kör, hogy próbáljuk meg politikamentesen, pártpolitikamentesen ünnepelni, illetve emlékezni az aradi vértanúkra. Mindenki emlékezik a halálukra. Ma reggel hallottam egy nagyon jó mondatot, elment a mikrofon, akkor hangosabban mondom. A televízióban egy történésztől, hogy igen, a mai napon emlékezünk rájuk, de nem a halálukra kell emlékezni, hanem az életükre, arra, amit a hazáért végeztek, és arra, amit ugye nagy részük nem is magyar származású volt, arra, amit még a régi fajta katonabecsület, az eskühöz való hűség és az emberség jellemzett. Én azt gondolom, hogy erre emlékezzünk a mai napon, az aradi 13-akra, illetve akik még előtte és utána, mert azt hiszem talán 16-an is vannak, hogy kapcsolhatók az aradi vértanúkhoz, emlékezzünk rá. Kivégzés volt Batthyány Lajos Pesten jelen, és a 13 aradi tábornok Nagy Sándor József jelen, Aulik Lajos jelen, Török Ignác, jelen. Pöltember Gernő, jelen. Knédics Károly, jelen. Damjanics János, jelen. Leningen Károly, jelen. Vécsei Károly, jelen. Lachner György, jelen. Schweider József, jelen. Lázár Vilmos, jelen. Kis Ernő, jelen. Dezsefi Arisztid, jelen. 9 magyar, 2 osztrák, 1 szerb és 1 német nemzetiségi. És utána pedig, ami erről volt szól, ugye utána voltak még Kazinci Lajos, jelen. Ludwig Hauk, jelen. Lenkei János, jelen. Báró Ormai Norbert, jelen. Csányi László, jelen. Perényi Zsigmond, jelen. Szacsvai Imre, jelen. És a lengyel légió parancsnoka, nehezen kimondani, Voronicki, Mitrillal.
hiszek egy Istenbe, hiszek egy hazába, hiszek egy isteni örök igazságba, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen.